kedvezménye, hogy ne legyen házi feladat, mert a házi feladatot otthon oldja meg a gyermek, és ezáltal a szülői segítség, az iskolai teljesítményt ez befolyásolja. Ez egyben a túlterhelés csökkenti, vagy a túlterhelés fedőtörténete, illetve az egész napos iskola melletti érve. Ez a fajta gondolkodás természetes következménye, hogy a szakma képviseli a gyermek érdekét, épp úgy, ahogy a Mária Terézia korának, vagy a 18. század afférista... Gézám, az időre hívom föl. Gézám, az időre hívom föl a tisztelt figyelmedet. Gézám! Gézám! Kibontakoztatásának az ideológiájára támaszkodik az iskolai osztályzás tilalma, hogy ne osztályozás legyen, hanem helyette a személyiség komponenseinek változását írják le a pedagógusok, akik ráadásul laikus emberismerettel rendelkeznek, és ennek a filozófiának természetesen az a következménye, hogy az alacsony iskolázottságú szülők nem értik a pszichológia nyelvét, és a gyermek értékelésének súlya, a jelentősége kikerül a hatásköréből. Hasonlóképpen ugyanezen a hozott, a gyermek egyedi sajátosságaira építkezik az állami pályaválasztási rendszerek, amelyben az államérdek és a gyermek képességeinek összehangolása a pályaválasztás feladata. Géza, idő! A pályaválasztási lélektani pedagógiai elképzelések szerint közömbös... Géza, idő! Különbsége mellőzi a társadalmi munkamegosztást lényét, amelynek a következményei a várható élethozban, illetve életszínvonalban jelentkezik. Ez mind mellőzi az ilyen lélektani alapú érvelési rendszer és társadalmi gyakorlat, amelyet egyesek szerint a társadalmi szelekciónak egy ilyen pszichológiai érvelési technikája ez. Géza, idő! És nevezetesen az, amely másik elképzelés, hogy a születéskor a gyermekek képességei nem azonosak, nem úgy, mint az előzőek, hanem a képessége, hanem eltérő képességekkel születnek a gyereknek. Ez épp olyan gyakori, mint az előző. Néhány példát hoznék fel erre. Ennek a stratégia egy fontos ismert eleme a közismert IQ-vita, nevezetesen, hogy az amerikai fehérek és a feketék közötti különbségeknek genetikai vagy társadalmi okai vannak. És ez erre adott válasz nem természettudományi természetűek, hanem politikai természetűek, és ennek megfelelően, vagy ennek következtében a politikai baloldali, vagy politikai jobboldali nézetek alapján döntik el, vagy dől áll, vagy az, hogy ki mit vall. Ugyanez a különböző képességekkel születő gyermek feltétele. Géza!
Kedves barátok, egyszerűen képtelen voltam bármi mással jelezni a Gizának, talán így érzékeli, hogy mi a helyzet. Remélhetőleg érzékeli, de ha nem, akkor ő szegény most megállás nélkül beszél, és le van halkítva a telefonja, tehát nem érzékeli, hogy hívjuk. Ja, te próbálj meg rácsöngetni, kérlek, a Gézára, mert valami baj van a konferenciával, és valamilyen oknál fogva az én hívásomat nem érzékeli. Próbálj meg rácsöngetni. Jó. És egy SMS-t küldj neki, hogy lépjen újra vissza a konferenciába. Mert kikerült. Itt vagy? Halló? Igen, ki van kapcsolva teljesen. Igen, igen. Igen, na jó, ez az igazi csapda helyzet. Most a Géza ül a készülék előtt, és megállás nélkül beszél. Miközben senki nincs ott. Hogy hívják a feleségének a mobilját, nem tudod? Nem tudom, ugye, jó. Igen, jó. Oké, okay, jó, jó, oké, okay, jó, jó, megpróbálom. Most mit tegyünk? Most mit tegyünk, kedves kollégák? Van erről egy konszenzuális álláspont? Hát a vendégszerkesztőről van szó. Na jó, de hogy mondjam, ha itt lenne Budapesten, akkor egy taxiba vágnám magam és oda mennék, hogy szóljak neki, de tésám van. Mert talán úgy levette a szemüvegét, úgyhogy lehet, hogy azt sem rosszul látod, amikor rá írtunk csevegésen. Igen. Jó, én a következőt javaslom, hogy szerintem valamilyen értelemben haladjunk, hogy bízzunk benne, hogy egy idő után észreveszi, hogy ki van kapcsolva, és akkor visszakapcsolódik.
Viszont szerintem, hogy addig se veszítsünk időt, én a következő táncrendet javaslom, hogy valamelyikőtök kezdjen el beszélni, és akkor utána ennek az előadásnak a vitáját és a Géza előadásának a vitáját közösen fogjuk megtartani. Mit szóltok ehhez a megoldáshoz? Jó? Na most ugye elküldtem az előbb a konferenciának a programját. Tehát itt most elméletileg a nyomban Plé Csaba következne, aki Géza által ismertedett oktán fogva nincsen jelen. Tehát akkor én most Somogyvári Lajost kérném, hogy beszéljen. Jó, akkor én megpróbálom viszont megosztani a PPT-mát. Jó. Jobb oldalt len prezentál. Igen, tudod, bocsánat. Elvileg mindenki egy piros-fehér PPT-t lát. Ó, itt a Géza, akkor szerintem most adjunk a Gézának hangot mégiscsak, jó? Igen. Szervusz, kedves Gézám! Géza, most le van vívve a hangod. Itt egy kikapcsolódtál. Géza, hallasz minket? Vissza kellene kapcsolnod a mikrofonodat, Géza. Most igen. Igen. Én azt szeretném kérni, hogy talán röviden foglald össze az előadásodat, hogy ez a technikai malőr ne, hogy mondjam, cseszeszi teljesen a konferenciaidő beosztását. Bocsánat, mikor jöttem? Ez valószínűleg úgy jártam, mint te, hogy egy negyed óra vetted észre, hogy más az előadás. Én egyáltalán nem vettem észre, hogy... Egy pár perccel ezelőtt próbáltunk... Megtartottam az előadásomat, és csak a végén vettem észre, hogy... Az utolsó néhány perc maradt ki. Tehát ha a záró gondolatot megismétled, akkor utána megnyitnánk a vitát. Tehát annyit állítok, hogy ez a Herbarti rendszer, ez a társadalom fejlődésében, ez teljes egészében szétesik, és ennek a helyében egy ilyen plurális társadalom és a tömegoktatás expanziója következtében a népiskolai, polgáriskolai eredeti pedagógiai és pszichológiai gondolkodás válik uralkodóvá a tömegoktatásban, és az oktatási rendszerben pedig kiszorul a teljesítményelvű és a disziplinát követő eszmerendszer és csoport. Előtte meg volt? Nagyszerű, igen, idáig tökéletes. Tökéletes, nagyon szépen köszönjük. Én azt javaslom, hogy akkor most a közönségé legyen röviden a szó, ugyan nagyon elcsúsztunk időben, de mégis használjuk ki, ha már nincs itt Plé Csaba, hogy egy kis párbeszédre van lehetőség. Javaslom, hogy azon a módon jelentkezzen, aki akar, hogy a chat gombra kattintva, ami jobb oldalt van ugye felül, chat gombra kattintva jelzi, hogy jelentkeznem. Amíg más nincsen, addig én azt kérdezném, Gézám, hogy ugye itt azt érteni vélem, amit itt a Herbarti oktatás
vagy a Herbarti elképzelésnek a, hát a kettős természetéről mondasz, a pszichológiai és pedagógiai természetéről. A kérdésem az az, hogy vajon ugye a pszichológiának, hát a Herbart korában is, hát többféle hát ágazata volt, vagy mondjuk így, hogy abból, ami, tehát több minden előzményre vezethető vissza, mondjuk így az, amit később intézményes pszichológiának nevezünk. Látsz-e abban valami fajta, hát oksági, vagy akár tudományelméleti, akár társadalomtörténeti szükségszerűséget, hogy ezek közül a különféle, hát mondjuk az emberi lélekről szóló, vagy az emberi lélek szerkezetéről, vagy az emberi személyiség szerkezetéről szóló gondolatok közül éppen a Herbarti vált az oktatás központi ideológiájává. Igen, egy dolgot egy ilyen személyes vallomással azt, vagy egy ilyen ezt mentegetőzésképpen, vagy inkább a helyzet leírásával kell elmondanom, hogy hogy irgalmatlanul fáj a derekam. Tehát egy ilyen erős ilyen testi fájdalommal kínlódok még, miközben megpróbálom az agyamat valahogy összerakni. A kérdésedre azt tudom mondani, hogy természetesen a lélek, az emberi lélek, érzelmek, gondolkodásmód, erről való számos eszme, valamennyien tudjuk, Aquinói Szent Tamás előtt, Arisztotelésztől kezdve, és így tovább, és így tovább. A döntő minden ilyen eszmékkel az a meghatározó, hogy az adott politikai állami közösségben melyik eszmerendszer kap valamilyen módon támogatást. Mitől válik szervező erővé? Én azt hiszem, hogy ezek véletlenszerűek, tehát ahogy Marx nem gondolta, hogy a Szovjetunióban lesz, alakul meg a szocializmus, úgy nem is gondolja Herbart se, hogy az ő eszmerendszereből valamilyen realitás lesz. Amit hát persze odit is lehet tudni, hogy a halála után válik ez a tanügyi igazgatás tárgyával. És hogy miután ez egy meghatározó dologgá vált a pedagógiai élet az államiskola rendszer szervezésében, az, hogy Herbart halála után ezzel az eszme alapján tud a tanügyi igazgatás működőképes, ellenőrizhető rendszer létrejönni, ez valószínűleg ez a Csiller, illetve Kármán Mórnak az érdeme. Ez nem a, és azok, amit, hogy a másfajta gyermekfelfogás, másfajta pszichológiai átképzelés, ez nem tudományos legitimációja, ami a döntő, hanem az ezek iránti társadalmi fogadókészség jelenik meg. Tehát, hogy ez világos legyen, a freudizmus halatlan népszerűsége, az egyén felszabadulását legitimálja, az individualizálást, a felettes én valóli kontroll való kiszabadulását. Hallatlanul nagy jelentősége ez a 19. század végén, a 20. század elején, és ez ilyenfajta gondolatok Freud előtt is volt természetesen.
És ebből is lehet, és annyit is gondolom, hogy ez alapvetően ilyen társadalompolitikai tényező is, hogy az antifreudista állampolitikák, illetve mozgalmak, azok mögött nem ennek a módszertani gyengeségére, hanem a hatásaira fókuszálnak, elég itten a Sztálinra gondolni. Hát igen, de itten ugye egy korábbi történet kell megmagyaráznunk. Tehát az, hogy a 19. századi viszonyok között, amikor a Herbartnál talán befolyásosabb volt, nem tudom én, a frenológia, a pszichofizika, tesem? Egy kicsit későbbi. Hát... Ez a Wundtól jön. Hát de hát korábbról van szó, hát most mondtuk, hogy a ugye itten a Herbarti, hogy mondjam, tehát a Herbarti pszichológiának a népoktatás felé való robbanása az a 1860-as, 70-es évekre már domináns. Igen. Na jó, igen, de akkor már a, mondjuk a frenológia is teljes fegyverzetben jelen van, tehát vagy a pszichofizika is már teljes fegyverzetben jelen van, tehát és azok legalább annyira hogy mondjam, hordozták a kor szellemét, tehát ugye egy sokkal erősebben természettudományos világképűek ők, mint tehát sokkal, ha úgy tetszik, sokkal inkább hordozzák a 19. század szellemét ezek a pszichológiák, mint a Herbarti. Amiről beszélsz, az a tudományos pszichológia megjelenése. A Herbarti rendszer Herbarti gondolat, amit implementálódik a tanúigazgatásban, ez valóban igaz, hogy ezzel egy időben történik meg a pozitivista, az empirián alapuló, szisztematikusan igazolást soroló pszichológiai irányzatot, a koponyamérés, a fiziológia, pszichológia. Csak hogy ezek nem. Ezek a tudomány világába hatnak, és viszont nem az államigazgatásban. Hogy miért van ez? Hát először feltételezése vannak. Mindenütt, hát valószínűleg nekem az a feltételezésem, az a magyarázatom, hogy a tanúigazgatás szempontjai egy nagy rendszerek építésének adekvát ideológiája volt a Herbarti rendszer, és az egész, és az a Herbarti rendszer összeomlása, vagy az erős kritikája, és ahol ez ennek az alternatíváját megkeresik állami szinten, ott egy egészen új társadalom jelenik meg, a demokratikus berendezési államokban ez a Herbarti rendszer nagyon hosszú-hosszú ideig él, az Egyesült Államokban nem, mert ott ez a reformpedagógiai jellegű Dewey típusú gondolkodásmód ezt korán feloldja. Igaz, hogy ott az állam integráló ereje sose volt olyan erős, mint Európában. Értem. Azért, amit mondasz, ez a koponyamérés, Magyarországon reneszánsza, ez a második első világháború után a magyar gyermek, magyar faj igazolására, akkor volt egy rövidke, egy-két ember által képviselt vonulata, mérsékelt, nem fogadták el. A gyermektudományi társaság, gyermektanulmányi társaság körében ismerek ilyeneket, de ez
inkább a fagy irányába megy el ez a gondolkodás. Jó, nem vitatkozom vele, csak nem vagyok meggyőzve, tehát nem érzem, hogy mondjam, igazán logikusnak, hogy hogy miközben van egy ilyen óriási tudományos robbanás az emberrel foglalkozó tudományok körében és tehát valóban tehát a biológiai alapú emberrel foglalkozó tudományok körében a 19. században, akkor vajon különféle oktatás elméletek és oktatás tudományok és oktatás gyakorlat, az vajon miért éppen a hát egyáltalán nem domináns Herbart-ra épít. Tehát, hogy hát talán éppen azért, mert a, hogy mondjam, a Herbart az abban az értelemben kevésbé tudományos. Mármint, hogy a angol szász értelemben kevésbé tudományos. Tehát, hogy magyarán, hát, hogy mondjam, virtuálisan nyitva hagyja, sokkal inkább nyitva hagyja a lehetőségeket, és ez sokkal jobban megfelelt egy ilyen pedagógiai ideológiának, mint azok a hát kvázi biológiai típusú elméletek, amelyek tudományosan dominánsak voltak. Mert a biológiai típusú elméleteknek a bázisán viszonylag nehéz lett volna egyáltalán magát, ezt a néptanító ideológiát megalapozni, vagy egyáltalán nehéz lett volna a biológista társadalomkép alapján azt az állítást tulajdonképpen képviselni, hogy az iskola az abban az értelemben a modern kapitalista világnak a természetes megfelelője, hogy a gyerekek egyenlő jogokkal, egyenlő lehetőségekkel versengenek, és akkor ott tanulnak, és megtanulják a fontos dolgokat, és ezen a módon a jobbak kiválasztódnak. Tehát ennek a logikának a domináns tudományos pszichológiai elméletek nem feleltek meg. Ennek nem. Más területen viszont az iskola nyitott volt, amely alapvetően az iskola egészségügyben jelenik meg. Tehát abban abszolút nyitott, de ez is mutatja az iskolának a társadalmi vagy politikai jelentőségét. Tehát, hogy ott még a tantárgyakban megjelenik az iskola egészségügy, a szabad beszélgetésekben a 19. század végén. De ez nem a értelmi képességek, és nem a gondolkodás szabadsága abban az értelemben, hogy bármit lehessen tanítani. Ez az államérdekből van levezetve, vagy az, amit akkor meghatározónak tekintenek. Hát ettől válik az iskolai tananyag szelektívé, és csak ez való hozzáférés az, amely politikai kérdés, az még nem, ennek csak pszichológiai magyarázata van, hogy a tehetségek, a kevésbé tehetségek, vagy a hülyék iskolája, tehát ezek a választóvonalak, nem döntőek, ez csak később a tömegoktatásban válik igazán meghatározóan. Hogy akkor, amikor a tömegoktatás második világháború után válik igazán meghatározó ideológiával, illetve az antikapitalista nézetekben a két háború között. Minden totalitáriános berendezkedési, egy gyermekközpontosságból indul ki. A Lunacsonszki 18-tól 28-ig tartó időszak ez,
ahol nincs Herbart. A 30-as évektől szintén egy szocialista, de szociáldemokrata skandináv modellekben jelenik ez meg ennek a felbomlásra. És a Herbart az a társadalmi kiválóságnak a további masszív ideológiája lesz, anélkül, hogy a Herbart filozófiából bármi megmaradt volna, hanem csak ennek az intézményi rendszere működik szelekciós mechanizmussal. Jó, kérdezem a közönség tagjait, hogy van-e kedve valakinek valamit mondani. Nekem lenne kérdés. Parancsolj. És ha lehet hallani. Igen, igen. Az előadás, már úr előadása kapcsán így az jutott eszembe, hogy mindig ezen dilemmázom. Nem tudom, hogy ez mennyire eldönthető kérdés, vagy hogy honnan nézem, hogy most szakmai pedagógiai, szakmai lélektani elképzelésekről volt szó, vagy ideológiákról, vagy amely, hogy szakmai pedagógiai lélektani nézetek, amelyekben megjelennek ideológiák, az ideológiákban ezek elhelyezhetők, vagy ez nem ennyire eldönthető, ez lenne a kérdésem, hogy akkor természetesen nem feltétlenül ebbe a bináris logikában gondolkodom, hogy a szakmai pedagógiai nézet a jó, a szakmai lélektani a jó, és az ideológia rossz. Tehát mert van ez a logika, tehát hogy ezen kívül ez hogy lehet értelmezni, vagy föl kell állítani egy kritériumrendszert, és akkor el lehet dönteni, hogy mi az, ami szakmai, és mi az, ami ideológiai nézet. Ez lenne a kérdés. Az, hogy a szakmainak annak két jelentése van az értelmezésemben, az egyik az, hogy egy ilyen tapasztalati alapon mindig ugyanaz következik, meg azonos cselekvésnél. Abban az esetben, hogyha ha egy szakma képviselője értékválasztásról, közügyekben, értékválasztásból, szakmai szempontból dől, akkor az értékválasztás jogát magának tulajdonítja. Az ideológia ennek a magyarázata, alátámasztása, élrendszere. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy a politechnikai oktatás, tehát vagy talán inkább úgy, hogy a kézműveltsége az nagyon fontos, de hogyha ezben ugye a hétköznapokban az ember, hát mit mond erre, persze. De az oktatás politikai térben, vagy az iskolában vagy az ember azt mondja, hogy és milyen tantárgy rovására az időnek, minek a rovására történik ez a kézműveltséggel, akkor ez már politikai kérdés, mint ahogy a 5+1-es oktatásban egy 4-500 óra semmire ment el. Tehát, hogy ez egy politikai szakma által képviselt akarat, amely a politikában megvalósult, és ennek vesztesei lettek, és ez persze ez ilyen feltételezett dolog. Ennyi idő alatt meg lehet tanulni egy idegen nyelvet, ahogy a nyelvészek mondják. Tehát az természetesen ideológikus azt mondani, hogy elvesztegettek egy generációban egy nyelvtanulás lehetőséget, mert a fene tudja, hogy megtanultak volna, vagy nem. De hogy ennyi idő a korábbi tantárgyi struktúrának bármelyik elemére nem jutott így. Nem jutott. Ez például ez egy nyilvánvaló. Ezeket szakmák. Ha a pszichológusok azt mondják, hogy vagy pedagógus csoportok, hogy a szöveges értékelés az a gyermek személyiségének jó, akkor ennek lehet ez az ő meggyőződésük, de hogyha a közszolgálatban csinálják, tehát a tankötelezettség ideje alatt, akkor ez azt jelenti, hogy a szülők, a tanulatlan szülők az 5-fokozatos skálán már nem tudják a gyerekük helyét elhelyezni.
Tehát növekszik ezzel a hát, nem? Természetesen erre azt mondani, hogy hát hadd növekedjék, de ez szintén egy társadalompolitikai, akit... Hát én inkább azt mondanám, hogy egyszer arról van szó, hogy a társadalomtudományok, ez mondjuk talán a természettudományokra kevésbé igaz, de itt azért mégis a társadalomtudományokról van szó amennyire, tehát a pszichológia vagy a neveléstudomány is ilyen. A dolognak az a természete, hogy a lényegében mindenre van, vagy minden, tehát minden gondolat meg van jelenve valamilyen értelemben a térben. Nincs soha olyan, hogy valamelyik paradigma, vagy valamilyen gondolatrendszer kizárólagosan győzzön. Na most, amíg ugye nincsen államilag generált közoktatás, addig ugye semmi, hogy mondjam, gond nincsen abból, hogy más pszichológiai elképzelés van mondjuk a jezsuita iskolarendszernek a felépítése mögött, mint mondjuk a piarista iskolarendszernek a felépítése mögött, hiszen, hogy mondjam, nem az állam, tehát nem egy területnek az ura határozza meg az adott iskolarendszerhez kapcsolódó ideológiát, hanem a fenntartók egymással valamennyire versengenek. Tehát, ha belelátnánk, mint ahogy nyilván nem látunk bele a korabeli, nem tudom én, magyar katolikusok pszichológiai, ha van ilyen gondolkozásában mondjuk a 18. században, akkor valószínűleg akinek ez a hogy mondjam, puhább és helyi viszonyokhoz jobban illeszkedő, stb. Dolog tetszett jobban, az szülőként is, tanárként is, potenciális rendtagként is a piaristák felé tájékozódott, akit meg épp az univerzalitás vonzott, meg a rend, meg a jezsuiták felé. Na most attól kezdve, hogyha van egy állami ideológia, bármint van egy valami fajta állami szabályozás, például valakinek mondjuk el kell fogadnia a tankönyveket például, akkor abban óhatatlanul valamelyik szakmai csoportnak álláspontjának fog az állam zöld utat adni, arról, hogy nem tudom én ez a célszerű-e gyököt vonni negyedikes elemistáknak, vagy nem célszerű, ez egy nyilván egy pszichológiai, vagy nem tudom én milyen szakmai vita, de magával az állami hatalommal, tehát a tanügyigazgatás jelenségével válik ez a dolog döntő tényezővé. Tehát itt van szerintem a kérdés, tehát nem arról van szó, hogy az állami elképzelés, vagy az állami ideológia áll szembe a szakmai ideológiával, hanem arról van szó, hogy különféle szakmai ideológiák vannak, amelyek között vagy van módja választani államnak, vagy nincs. És azokban a helyzetekben, amikor valamennyire van, akkor van az, hogy a szakma egy része az elkezdi úgy érezni, hogy állami kényszer van vele szemben. Tehát nyilván arra is vannak pszichológiai nézetek, hogy a 2010-es évek kutatáspolitikájának is van valami fajta szakmai indokoltság. Én egy ilyen embert nem ismerek ugyan, de lehet, hogy vannak ilyen valódi tudományos nézetek, és nyilván tudnának találni. Nyilván azt szerint is minősíthetjük valószínűleg az egyes koroknak a működését, hogy mennyire kerülnek szembe ezekkel a domináns szakmai ideológiákkal. Ha jól tettem érvelését, akkor ha kikerül a tanügyigazgatásba a szakmai pedagógia vagy lélektani érvelés, akkor
automatikusan, nem tudom, ideológiává válik, ez már ideológiai kérdés. Én azt javaslom, hogy válasszuk szét a magánérzéseket, tehát hogy ki mit gondol, és hogy ez... Halló? Hallható vagy ő? Teljesen. Jó. Tehát az a kérdés, hogy az ember magánemberként csinál valamit, az egészen más, mint egy közszolgáltatásban. Hogyha lenne a tértől és időtől államtól független magánoktatás, persze vannak ilyenek, ezek a csúszógi az öreg Schuster történetek, meg efélék, ezek nagyon romantikusak, de amint közszolgáltatásként jelenik meg, vagy állami szolgáltatásként, akkor az automatikusan közügyé válik. És ez a közügy szerkezetében való mozgás, az, mert itt előnyök, hátrányok, több tér, több pénz, a magunk, egymással azért folyik ez a harc. A magánszférában, vagy a piaci szférában ott más szabályok is, ott más szabályok működnek. Itt a itt állandó trade-off helyzetek, vagy az egyik, vagy a másik, tehát értékrendjel jelenik meg. A dolog az, hogy mit akar elérni, és a másik az, hogy ez hogyan indokolja. A cselekvés indoklása az ideológia, és a cselekvés meg maga a politika. Tehát itt válik ez, és az, hogy ez nem egy statikus dolog. Természetesen a szakmai korporáció, pedagógus korporáció, legyenek azok a matek tanárok, történelem tanárok, tanítónők, vagy bármi más, azok ők a szakmájuk nevében, a korporációk nevében beszélnek, hogy jobb az, hogyha a 5.-6. osztályban az alsó tagozatosok értékrendje uralkodjon, ez teljesen érthető, tehát leírható ebből a korporáció, vagy a tanítók értékrendje szerint. Viszont, hogy ennek a konzekvenciái micsoda, ez egy másik csoport. És viszont a politikusoknak, mint a közszolgáltatás vezetőinek kell dönteniük minden ilyen konfliktusos helyzetben, azok vagy így döntenek, vagy úgy, valamelyiknek valamelyik győz. És akkor ez az ideológiája nyer. Most az a... Mondok egy példát. Valamikor a 19. század végén jelenik meg, persze német mintára, a szabad beszélgetések tantárgya az alsó tagozaton, a népoktatásban. És hogy itt mindenféle dolgot meg lehetett beszélni szabadon, az egészségügytől kezdve, és így tovább, és így tovább. A dolog az idő szűkössége miatt egy másik fontos dolog került be a 60-as években, ez a környezetismeret. Na most azt eldönteni, hogy most hogy a szabad beszélgetés jó vagy rossz, vagy indokolt-e a környezet, a mai zöld világ, a zöld politikai között, ez egy nehezen eldönthető kérdés, mert van egy veszteség, viszont azt lehet mondani, hogy ez a környezetvédelmet, környezetismeretet képviselő racionalitást, az is racionális csoport győzött, és a szabad beszélgetések az meg vesztett, és ennek ez az előnye, az a hátránya. Lehet tudni, meg lehet tanulni a budapesti hidakat, azelőtt ezt nem lehetett tudni, mondjuk viszont az egészségügyről való beszélgetés az kiszorult. Ez állandóan ilyen trade-off helyzet, és ezért nem a dolog tárgya a elemzésnek, hogy a jó és a rossz küzdelme, hanem a Herbert az körülbelül akkora realitása van, magyarázó ereje van a rendszerrel, mint Marxnak a szovjet szocializmusról. Tehát a kettő között tárgyi azonosság szinte nincs, viszont szervül.
bizonyos elemek. Tehát más a struktúra, alapvetően igen, más legitimációként használják, és akkor ez két dologról van szó. Az egyik az, hogy mi a gyakorlat, a másik az, hogy micsoda. Nagyon szépen köszönjük, az időnk nagyon előre haladott, úgyhogy én azt javaslom, most? Hogy adjuk át Somogyvári Lajosnak a szót. Köszönöm. Én igyekszem megosztani akkor a prezentációmat. Remélem sikerülni fog. Egy pillanat. Elvileg akkor itt van ez a piros fehér PPT. Én nagyon sokat gondolkoztam az előadás közben, hogy hogy fog tudni kapcsolódni, de végül is számos szálon tudok kapcsolódni. És az első rögtön a cím kapcsán, most kivetítem nagyban, remélem úgy is látszódik. Ez az, a cím ugye az, hogy emigráns élettörténetek és interjúk, a szovjet pszichológia és pszichiátria amerikai olvasata. Igazából itt mindenfajta pszichotudományról kell, hogy szót ejtsünk, mivel maga az, hogy hogy nevezik meg ezt a tudásterületet, az is egy politikai, akár szakmai, akár ideológiai, de egy politikai kérdés. És itt nagyon sokfajta megnevezéssel fogunk találkozni egyébként a pszichotechnikától, a pszichológiától, a pszichiátriától elkezdve egy csomó minden más. Tehát maga a megnevezés is gyakran problematikus és különböző dolgok függvénye. Az előadás úgy fog kinézni, hogy először azokat a kérdéseket fogom röviden felvázolni, amik elindították a kutatásomat, majd az előadás egyharmadában kb. A forrásokat mutatom be, mert ez egy nagyon különleges forráscsoport, amivel csak most kezdtem el dolgozni, és ez az előadás is inkább egyfajta vitaindító akar lenni, tehát annyira még nem kiérlelt itt minden, és szívesen veszek minden javaslatot. Majd egy rövid kis elmélet és módszert, ami kitérő következik, ami még szintén természetesen továbbgondolásra érdemes, és az előadás második nagy fel azok a konkrét elemzések, illetve inkább az iratok jellemzői, azok a tematikai fókuszok, amik kirajzolódnak. Két fő tematikai fókuszt álltam, egyrészt a pszichológia vagy bármilyen pszichotudomány felhasználását és kihasználását, ez lesz ugye az eszközjelleg, amit a tanár is említett az előző előadásban, illetve a pszichológia, illetve a pszichológiai kérdések átpolitizálódását, bár ez egyfajta tyúk és tojás, és ez lesz majd megint csak. És végül a feldolgozás lehetséges szempont.